Ez egy családregény, meg egy történelmi regény is egyben. 56-ról. 56-ról, és egy hetet mesél el a nagyszüleim és az akkor 9 éves apám életéből. Akik nem tudták eldönteni, hogy maradjanak, vagy menjenek. És hányszor előfordul ez magyar családok sors történetében, hogy nem tudják eldönteni, hogy menjenek, vagy maradjanak. De mire beszélted volna rá őket, ha akkor élsz? Hát ez nehéz, mert ugye nekem azért kimaradnak információk, akármennyire is igyekeztem rekonstruálni, hogy akkor éppen milyen hatások érték őket, de nehéz lenne nekik tanácsot adni. Szerintem mind a két döntés mögött lettek volna érvek. Én nagyon örülök, hogy végül is maradtak. Utolsó pillanatban úgy döntöttek, hogy maradnak. Szerinted közre játszott-e a te pályaválasztásodban, hogy pszichiáter lettél? Az az ismert történet, amit az édesapádtól végighallgattál, és amit aztán meg is írtál, és ez a bizonytalanságra épülő élet, amit a nagyszüleid és tulajdonképpen a szüleid is, akik ugye ugyancsak elmentek végül is, ők aztán ezt a döntést meghozták. Tehát, hogy ezek a történetek, ezek mennyire játszottak szerepet abban, hogy ismerni akartad az emberi lélek hátterét? Hát biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszottak, mert hát ezzel az identitásomhoz kapcsolódó kérdések is szerintem sokkal élesebben felmerültek bennem, még kamaszként, meg később is. És hát a pszichiáterekben általában van egy ilyen identitáskeresés, úgy valószínűleg nehéz, vagy talán unalmas is pszichiáternek lenni, hogy az embert nem érdekli, hogy saját maga, igen, vagy a többieknél is ugyanez a folyamat. Amikor megkérdeztelek a műsorunkban, hogy hova tartozónak érzed magad, akkor nagyon érdekes dolgot válaszoltál. Megpróbálod ezt most újra elmondani, hogy te magyar vagy, vagy svájci, vagy amerikai talán, mert Pittsburghben is éltél hosszú ideig, vagy szingapúri, ahol most élsz? Igen, hát ugyanúgy nem fogom tudni megfogalmazni, mert ez úgy spontán kijött belőlem, de igen, szóval van az a rövid válasz, amit embereknek szoktam mondani, hogy én egy svájci magyar vagyok, és hogyha egy beszélgetés során előjön, akkor meg általában arra is sor kerül, hogy arról beszélünk, hogy Amerikában is éltem, meg hogy most Szingapurban vagyok, és az én identitásom, amivel már megbarátkoztam, az ilyen vegyes. Szóval én nekem ez sokáig probléma volt, hogy senki nem ért meg igazán, mert hogy annyi részből tevődik össze, de most már valamennyire élvezem is, hogy ilyen színes és változatos. Mert az embertől azt szokták kérdezni, hogy hol érzi magát otthon. Erre biztos nagyon nehéz válaszolnod, de felteszem, hogy van rá válaszod. Erre nagyon nehéz válaszolnom. Én itt Magyarországon is nagyon otthon érzem magam, Svájcban is otthon érzem magam, és most már Pittsburghben is otthon érzem magam, meg Szingapurban is. És tehát ez megtanultad ilyen otthon érezni magad, ezek szerint bárhol a világon. Igen, pontosan. De ez olyan szempontból nehéz is, hogy emiatt sokkal több az elszakadás is ezektől a helyektől, szóval ahányszor elmegyek valahova, mindig nehéz megválnom attól a helytől. És aztán, amikor megérkezek a másik otthonomba, akkor meg örülök, csak hát ezen a folyamaton újra és újra át kell esnem. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, Júli.